Trippier a labda mögött. Ellövi! Jó! Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessai, és folytatjuk tovább az IEFC 24 menedzser karrierünket a Nessai FC-vel és Babatunde Ndidivel. Ugye, hát legutóbb mondhatjuk abba, hogy átigazoltunk. Lett A és B csapatunk, kialakult a keret, de hát meccsekre nem volt idő, úgyhogy megígértem nektek, hogy nem kell két hetet várni, ma végre megnézzük, hogy a labdarúgó játékban milyen a futball. Kicsi dolgoztam streamen kívül nektek, csak hogy így ne untassak senkit tovább. Úgyhogy megcsináltam a számozásokat a csapatnál, illetve beállítottam a developmenteket, az edzéseket. Viszont az tűnt föl, ami így nem tudom, hogy hogy van, és én vagyok-e csak vak, ami ugye, hát lássuk be, könnyen lehet, hogy nincs edzés. Vagy mármint, hogy ilyen training plan van, azt néztük, hogy itt sharpnessre vagy fáradtságra így menjenek a játékosok, de hogy hát nem lehet lemenni az edzőpályára, hogy Ndidi megbotozza a játékosokat, hogy azt így kivették, vagy mi történt? Érkezik az információ a stúdióból, hogy elvileg meccs előtt van tréning. Aha. Félix, készüljél akkor a tréning zenével, vegyed föl az edzőatlétát, mert hamarosan nyomatjuk. Jó, akkor majd fogunk edzeni, viszont nézegettem az edzőket is, egyébként ha már edzések, így vettem föl egyet-kettőt, mert mondtátok, hogy generálja őket folyamatosan a játék, így a csillag mennyiség, amit kér a fejlesztéshez, még csak a kapusoknál van meg, de hogy egyébként így próbáltam fölvenni minél többet, még mindegyik csapatrésznél van hely, úgyhogy ha generál még jó edzőket, akkor majd még rekrútolunk. Csak az a baj, hogy most maxon van a staff kapacitásom, ott bal fölül mutassa, hogy egyelőre nem enged a klub több edzőt, szóval hát úgy fejlődnek a játékosaink majd ahogy. Megcsináltam azt is, gyorsan így hétvégén sunyiba, hogy az egy-két nem kellő játékost kirúgtam, aki még itt maradt a csapatban ilyen generáltként, szóval teljes a keretünk, megvan mindenki, egy harmadik számú kapus hiányzik nekünk, és gondolkoztam rajta, hogy igazoljunk-e, de aztán emlékeztem, hogy egy pillanatra az első adásban megnéztük a fiatal csapatunkat, az akadémiát, és itt van Gyúrós Pityu. Azt a kurva. Ez a gyerek annyira ki van tesízve 15 évesen, hogy egyszer nem lehet. Isaac Erickson az alföldi Terminátor reinkarnálódása. Amúgy 94-es is lehet a potenciája, csak az a baj, hogy még nagyon fiatal, és nem tudjuk fölhozni a nagy csapatba, de amint betölti a 16-ot, ő lesz a C-kapus. De így nagyjából ezek a csapattal kapcsolatos felkészülési információk, tovább nem tudom húzni az időt, megyünk előre, és egy-egy felkészülési mérkőzésen meg fogjuk nézni az A-keretet meg a B-keretet is, meg hogy a World Class nehézségi szint így az IEFC-be hogy fekszik nekem. Nyomod! Azt mondja, hogy match day. Majd itt meglássuk, hogy mi változott. Select. Ott is vagyunk. Nessai FC AC Milán. Ott mutassa, hogy mizé. Gegenpresszálunk. A Milán az meg így standard. Hát nekik így jó az alap. És akkor itt van az, hogy match preparáció, tehát felkészülés a találkozóra 0/2. És ott van, hogy training session. Na várjál, most kell kiküldeni a gyerekeket futballozni a jó levegőre. Aha! És akkor itt kiválasztom, hogy mit nyomjanak a hülye gyerekek, és akkor mindjárt itt meg is tanulhatunk például lőni. Ott van, ez már az. A Mamatunde Garden mögött, ott is vagyunk, gyakorlatilag nagyobb az edzőpálya, mint a Mamatunde Garden. Ott kell szerelni, Upamecano abban a pillanatban durrantja a kontratámadást, nézd meg, megyünk előre, Nyugi, nem ment elsőre, akkor menni fog másodikra, ott Anthony helikopter egy picit megzavarodott, sittestünde Ndidi az indítással, eze, jól teszi tovább, üres a szél, lehet lőni! Ospina! Hát gyakorlatilag a kapura rövések még annyira nem mennek, de elképesztő fizikumban a fiúk már készülgetnek, a gegenpressing az valami fantasztikusan működik. Gulácsi úgy is van. Azaz, Trippier, gyönyörű a szerelés, ismét a kontratámadás, hát eléggé csönd van az edzőpályát, Babatunde így nem veszekszik a játékosokkal. Trippier megy előre, egy jó beadás kell, ez mondjuk pont nem az volt. Morata! Gól! Hát na, az első edzés talál a gyerekek. Így kell elkezdeni, látjátok? Mondtam én, hogy megbízható lesz ő középcsatárba. Hát on fos. És kész! Megvagyunk! Ott van a 8000 pont,
megvan az ötös, beírjuk mindenkinek az ellenőrzőjébe. Igen, és akkor ott írja a videó játszi, hogy Playstyle Earn, mert ugye van ez az újítás, hogy ilyen játékstílusokat kapnak a játékosaink, amitől mondjuk jobban lőnek, vagy jobban blokkolnak, és akkor mutassa, hogy Morata Anthony meg Kancsal Kacsa is erőset lő majd, Upamecano és Trippier meg blokkol kegyetlen módon, jó? Na de várjál, mert azt írja a preparáció, hogy 1/2. De hát akkor hogy csinálom a másodikat? Check the opponent analysis. Várjál, most föl kell vegyek ilyen indiai tech supportot, akik leelemzik az XG-jét az ellenfélnek, és akkor okosabb leszek? Ott van, nézd meg, 4-3-3, igen, ott kicsit ott beljebb vannak tolva a szélső védők, viszont széthúzzák a támadó harmadban a védelmet, és egyébként nagyon fontos tudni, hogy ilyen Ramszesz hívők többen az egyiptomi piramisoktól érkeztek, tehát például Rafael autópálya lehajtó, ott nézd meg, hogy az arany szemével nézelődik nagyon, és ott van, hogy a Teo Hernández az nagyon védekezik, a lehajtó meg a Benacer az meg nagyon támad. Aha, aha, és akkor most okos lettem, és akkor 2/2, és lehet futballozni. De most ezt így minden meccs előtt ezt kell majd csinálni, vagy most... Jó, gameplay, hol lehet állítani ezt? Meg ilyen dolgok vannak? Vagy mindegy, basszunk rá, mehet. Ja, itt van, itt, nem megy még, hát azt hitted, hogy megy, de hát nem megy, mert itt vagyunk, igen. Azt mondja, tactical view, lehet megint szimulálni, quicksimelni, highlightokat játszani, és a customize-nál ott van a mezállítás, ami reméljük, hogy automatikusan olyan fasza lett legalább, mint tavaly. Hazai mezbe játszunk, a Milán meg idegenbelibe. Jó! Futball meg! Op! Ott van! Ott titkos háttér megbeszéléseket folytat egy kopassza Lendini. Ott már valami le van zsírozva. Nézd meg, Gula vezeti ki a fiúkat a gyepre. Ott készülnek, jó levegőn vannak. Taktikai utasítások az öltözőben. És nyilván 125 ezer szurkoló a Nessa FC idei első barátságos mérkőzésén. Fogunk egy kezet, fotózkodunk a játékvezetőkkel, a csapatkapitány természetesen Harry Maguire, és akkor az SA Continental barátságos kupán megkezdjük az idei működésünket. Nagyon csendben fölhívnám rá a figyelmét mindenkinek, hogy a játékvezető narancssárga mezben van, akár csak a Nessa FC. Trippier. Jó a bedobás, Joel Linton a favágó, Trippier, és már a helikopter indul is a szélen. Anthony megnyeri az 1-1-es párbajt, Anthony cselez befelé, és az első lövésünk. Mannyán! A Milán fantasztikus kapusa hárítja az első Nessa FC lehetőséget. De jól kezdjük a mérkőzést. Láttunk már ennél rosszabbat. És jöhet az első szögletünk. Egy kicsit itt a grafikatán módosult. A pontrugásoknál. Trippier tekerné középre. Élesen belőtt labda. De a kapus köszöni szépen fogja. Megint Trippier a labda mögött. Láthatunk egy újabb tekerést. Jó, jön be a labda! Kancsal Kacsa ollózott középen. Próbál bemutatkozni a sztár igazolásunk, aki megkapta a hetes mezt, gyönyörű mozdulat! Próbálja lenyűgözni a Nessa FC rajongókat gyorsan az új sztár. Marad a 0-0. Mindeközben, míg zajlik a felkészülési mérkőzés, az adásvételi szerződést a játékvezető új Mercedesének, Babatunde már tölti is ki a kispadon, közben Calvin Phillips tartja meg a labdát, Joel Linton sarokkal, jön megint a beadás! Gól! Kancsal Kacsa lövi az idei első gólunkat! Látszott rajta, hogy bizonyítani szeretne, és egy gyönyörű felhőfejessel az első találkozónk 21. percében megvan a vezetés. Joel Linton sarkat, Trippier megy el, gyönyörű a beadás, a kameraman meg lemarad a gólról. Úristen, hát itt azért még dolgozni kell a rendezőknek. Kvaradona felhő fejesével megvan a vezetés, és a Nessa FC idei első gólja, még ha tét nélküli mérkőzésen is, de ott az 1-0. Csak hátra a passz, Calabria, Maguire vele szemben, Gulácsi, de ezt visszafújja a játékvezető, az első sárgalap is megszületik. A klubban Harry Maguire tünteti ki a játékvezető is a figyelmével, nézzük meg, hát
véleményes belépő, legyint, nézd, Babatunde de is csak legyint. Ugyanmán testvérem, 32. perc, egy Milán szabadrugás következhet a szélről. Magasan a hosszúra Gulácsi, gyönyörű. Pancsalkacsa, szép a testcsel, Davis kérné, a bal oldalon nyújtjuk meg ezt az akciót. Davis várja középen, Morata, ott a lövés, Manyán. Morata is szeretne azért betalálni, hát több szurkoló felhúzta a szemöldökét, hogy vajon ő mire lehet majd képes a Nessai FC fő csatáraként. Egyelőre gól nélkül a spanyol támadó, és közben veszélyhelyzet hátul, Csukú ez a 16-oson belül, beteszi középre, Maguire blokkol, de ott az ismétlés, és egyenlít a Milán Rafael autópálya lehajtó találatával. Hát eléggé kis töketlen lövés volt, de Gulácsi nem tudott rámozdulni, érdekes. Itt az első blokk, Maguire életét áldozná. Hát ott nem tudom, kapus téren mi történt, ez egy, nézd meg, itt a blokk, nem ez már a lövés. A Gulácsi ott köszöni szépen. Jó, hát akkor egy-egy. Kapus AI az mindig egy érdekes kérdés a FIFA-ban, ami már IEFC. Innen szép nyerni. Egészen mélyen visszahúzódik Pobega hibája, és ebből egyből mehet a kontra. Morata tovább tenni, elakad egy lábban, kicsit lelassul az akció, de ez készíti le Moratának! Manyán megint! Azért megérdemli a fizetését a Milán kapusa, helyzetről helyzetre véd, ott viszont ez üresen marad, és lehet lőni, de ezt is könnyedén húzza a kapus. Nem tudom, ez a finesz shot, ez annyira nem akarja beadni egyelőre az idei játékban, de meglátjuk. Pancsalkacsa, hoppa, előny szabály, megyünk tovább, többen megálltak, Davis teszi be, nincs fejes, elszabadít a Milán az első félidő végén, egy-egyes állásnál mehetünk szünetre, sokkal jobbak voltunk, meglepően gördülékenyen ment a játék, úgy néz ki, hogy ez egy összeszokott csapat lehet már az elején, Pancsalkacsa megszerezte a vezetést, de Leao egyenlített, úgyhogy innen jön a második félidő, a Boca Juniors stadionjában. Ott nézd meg, ott kimentek Virsliért a szünetbe, ha micsoda animáció. Hozzák a sört a Siheder bajuszos szurkolók. Ott még a füvet is itt lenyírják, megnézhetjük közelről. Hát melegítenek a cserejátékosok, készülgetnek. Ők nem hallgatják meg a taktikai értekezletet. Ott egy csókkamera, nézd meg! Ott mindjárt csókolózni fognak. Meg a Twitterre írják ki, hogy ez a csapat ez nagyon jónak néz ki. Itt pedig a főszereplők, nézd meg! Ott már nyomja is Babatunde! A tolódást mutassa. Hát valami elképesztően jók ezek a helyszíni beszámolók a szünetben. Változtatás nincsen, egyik csapat sem cserélt, mehetünk tovább. Hoppá, kicsit az öltözőbe maradtunk, itt az elején egyből egy Milán helyzet, Gulácsinak kell védeni, gyönyörű! És Morata labdát szerez, Morata, hát kéne egy nagy sprint, és Morata elindul, hát micsoda szökkenésekkel megy, Morata! Bazd meg, mindent kivédenek idének, hogy kell lőni? Jovic viszi ki a szélre, és jó a passz középre, Leao tempó előnyben megy a 16-oson belül! Hát itt azért Gulácsival lesz még dolog az edzőpályán. Etikém. Halló. Hát elmegy a szurkolóknak a mixe. Hát fedeztük a bepaszt, a rövidet kellett volna védeni Gulának, azt elcsúszik a gyerek mellett. Most ez itt mi volt? Pancsalkacsa. Eze kéri középen, Eze a labdával. Morata is segít. Morata egy lövőcsel. Antoni jön. Antoni lő! Manyán! Újabb szöglet, már legalább a negyedik, ötödik a mérkőzésen. Antoni jön segíteni, Antoni egy csellel, Antoni éles szögből! Hát védi a kapus, mi más történet? Gyerekek, az XG-nk az egekben van, de nagyon a Milán kapusát nem tudjuk megzavarni. Kettős csere a 66. percben. Jeremy Béla és Bukta Csabi érkeznek. Kvaradona és Antoni helyére, tehát a szélen. Próbál Babatunde Ndidi frissíteni, meglátjuk, hogy lesz-e ennek eredménye. Calvin Phillips, Joel Linton csak hátra, Maguire, forintos labda volt, Trippier azonban eladja, és ebből lehet kontrázni, Pulisic viszi, jó a betett labda, Gulácsi nem tud védeni, hát kész, sakk és mak, 1-3, válság és dráma. Abban a pillanatban Csukú eze üresen, hát innen meg már hiába dől az öreg Péter. 1-3. Hogy jutottunk idáig? Joel Intos, ha gyerünk gyerekek, nincs az az Isten, hogy itt egy gólt rúgjunk. Szép a visszatett labda. Joel Inton nyújtja meg, jön középen a társ, Eze!
Meg lehet ezt csinálni, gyerekek! Megvan a második, talán a 2-3-7 perccel a vége előtt. Valakinek meg kellett érkeznie, és az új irányítónk eze mutatta be ezt a fantasztikus befejezést. Joel Linton be középre, és csak egy jó tapping kell ott középen. Szépen jobb belsővel, a kapus mozgásával ellentétes irányban. Újabb szépítés, 3-2, még mindig hihetetlen, hogy így állunk, de van még hátra egy kis idő. Jön be a labda középre, Maguire gyönyörűen fejeli, Upamecano meg elindul. Upamecano szedi a lábát, és kiugrásra készen, ott megy bizony Jeremy Béla. Béla egyenlíthet, Béla egyenlíthet, gól! Hú, azt hittem fölé baszta, de ott van 3-3. Mentünk a böcsületén, és a klubikon ugrik Ndidi nyakába. Nem tudom, miért ünnepelünk ennyire egy barátságos meccsen, de hát örülnek a fiúk. Megvan az egyenlítő gól. A hosszabbításban Jeremy Béla Upamecanótól kap egy kiváló labdát, és azt hittem fölé emeli, de ballal még a felső kapufát is érintve elrúgja végre Manyan mellett, aki fantasztikusan védett az egész találkozón. De ez bizony benn van. 3-3, 2 perccel a vége előtt. A Milán már nem nagyon akar focizni, de erre még oda lehet érni, és gyönyörű a szerelés. Morata ugratja ki Bélát, az kicsit hosszú, de visszaszerezzük. Morata megy, Bukta Csabi fordulna le, Bukta Csabi lő fölé! És ez a vége. 3-3, nem mondanám, hogy igazságos, de hát kihoztuk a mérkőzésből talán, amit lehetett. Jó levegőn voltak a fiúk, futkároztak, gyakorolták az új taktikát. Szerintem sokkal több volt, a mutatott játékkal elégedettek lehetünk. Kancsal Kacsa is beköszönt, Eze is gólt lőtt, Jeremy Béla is. Úgyhogy ennél van följebb, ez volt az A csapat bemutatkozása. Nessai FC Milán barátságoson 3-3 a végeredmény. És nézd, ott mennek az öltözőbe. Exkluzív felvételek a biztonsági kameráról, és Kancsal Kacsa nyilatkozik a kisasszonynak, azt mondja, hogy hát tudod, mentünk ki, azt jött a labda, lőni gól, érted? Hát ahogy kell. Szurkolók közben elindulnak hazafelé, itt pedig két szakértő, József bácsi és Lakatté Kálmán értékelték a mérkőzést, egy kis Adidas reklám, Kancsal Kacsa tovább nyilatkozik, így kicsit kellemetlen neki, hogy az a nő 15 percig kérdezgeti fasságokkal. Közben az önkéntes szemétszedők már takarítják a bedobált sörös üvegeket a pályáról. Ez a nő meg megkérdezi ugyanazt 42-szer szegény Kancsal Kacsától, de hát állja itt a média nyomását, azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal, hát ez a futball élethez hozzátartozik. Na hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden felülíró bemutatkozás volt. Egyébként kezdtünk már rosszabbul, szóval én ezzel elégedett vagyok. És ahogy nézem, az Athletic Bilbao ellen fog a B csapat pályára lépni, hát sokat nem kell várni, mert egyből durranunk is be, megnézzük, hogy a cseregárda mire képes, ők hogyan értik ezt az új gegenpressing taktikát. Igen, de addig itt Real, itt kielemezzük, hogy a Muniain meg a Yuribi az ott fognak jönni, és akkor a szélen támadnak, és ott is többen, ott is Ramses hívők vannak többen a pályán. Igen, és akkor preparáció az így már egyes. Nem értem amúgy, hogy ez a tréning, meg ez a meccs preparáció, ez mire jó? Tehát amúgy így YouTube kommentben így leírhatnátok, hogy ennek így van értelme? Vagy mire jó ez, mert nincsenek értékelések? Meg, tehát nem értem. Tehát írjátok már le a boomernek, hogy ez így, mi ez így. De addig is a B csapat gyakorolgatja a beadásokat. Néko Williams teszi be középre, Mudrik fejelhet. Gyönyörű volt, fantasztikus. Megyünk is tovább, Kancsal Kacsa, ő nem a B csapat tagja, tehát nem tudom mit keres itt, mert direkt beállítottam, hogy ők legyenek, de nem baj. Kancsal Kacsa, ott kikéri középen, senki, ott a fejes, nagyon jó, hát egy 300 pontos fejes volt. Néko Williams be középre, lövés, a teljes ember kínálta meg Ospinát. Nem lesznek meg a pontok így, Néko Williams, most teszi be jól, Mudrik, de mondjuk tök jó lenne, ha a játék így megtanítaná a különböző beadásokat, vagy hogy így hogy csináljam, vagy mit csináljak, mert tök jó, hogy itt írogatja, hogy beadás, de jól ment elsőre, tehát még egyszer mehet. Gyanítom, hogy ezeket a playstyle-okat fejleszti amúgy az edzés, így most abból leszűrve, hogy mit ír ki.
csak hát nyilván el kell érni a jó értékelést ahhoz, hogy megadja, mert anélkül nincs sok értelme. Lőd már, be ott van, teljes ember! Hát most se lett meg a pont, de majdnem. Opa! Júj, gyönyör! Na ez az, most ráéreztünk a dologra. Jó! Gyönyörű. Jó, utolsó. Nincs bent ember, akire be lehetne adni. Húj, de van! Öpp, gól! Nem, 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 add már meg, bazd meg. Jó, hát ezt az edzést is láttuk, köszönjük szépen. Jó volt, tetszett nekem. Jó, fasza volt. Félix majd, ugye? Ugye? A legjobb részeket vágja be, ugye? Na, Athleticnessetet megy, ez már az. Nézzük, hogy a B csapat hogyan készül a bajnokságra. Mehet. Hallod, az a mez, az mindjárt ketté szakad Adama Traorén. Hát nézd már meg! Hát bazd meg, ott a szövetszálak sikítanak. Az egy SS mezt vett föl a biztonság kedvéért, lássák. Cserébe legalább hónaig fel van húzva, tehát szépen gyúr a fiú, de divattanácsok el kellenének neki. Láthatjuk a spanyolokat készülődni, de itt jönnek a mieink is. Bemutatkozik az idegenbeli Nessai FC, ez a stadion pedig színültik tele. Babatunde befogadja az atmoszférát, a csapatok érkeznek, és nézd meg, kemény kígyó sámán szurkolói. Véletlenül rossz sálat vettek a shopba, amúgy Nessai FC sálget. Sál! Írjátok föl, Nessai FC sál! Mekkora ötlet! Na de, semmi sellout, mehet a mérkőzés, abban a pillanatban az Athletic kezd, mi pedig akkor megyünk a gólokra. Kiugrásra készen, ketten a szélen, Traoré gyönyörűen játsza meg, Nico Williams beadása, Mudrik! Hát, jó emberre jött ki a játék, ugye? Raúl, Ampadunak a szemébe lógott a haja, és kiállítják! Egyből egy piros lap, hát ez is gyorsan megvolt. Itt a Ampadu, Hát de elcsúszott Spori. Hát föl volt locsolva a fű, miért kell egyből kiszórni? Hát barátságos meccs. Gondolkoznia kell majd Ndidinek, hogy így egy középső védővel mi lesz a menet, de addig is. Őspina hátul kiválóan csinálja, gyönyörű az... Ötlözés, szöglet. 17. perc, Muniain beközépre, hát a kapus mit csinált? Sittes Tünde blokkol. Hát egy kicsit alászaladtunk ott a labdának, jó napot kívánok. Sajnos a megfogyatkozással úgy néz ki, hogy a spanyolok támadójátéka is élénkebb lett. Jön a szöglet, Williams elképeszte rossz helyre, Ospina, Raúl García, és még egy szöglet, Jézusom. Williams, kicsit megrángatjuk, lelassítjuk, erőszakosan, középen figyeljünk az emberre, Ospina vér. Skonénak csínybe ment, az les, jaj, nem volt les, bazd meg, mert hátul álltak, Ospina, nyugi, kontrára játszunk, és Traoré nyargal, és meg van becsúszva, Traoré a szélen, Traoré kérné, egy csel befelé, Traoré, önzetlenül, Ferguson, Unai Simon, Raúl García a labdával, hát középső védünk nagyon nincsen, ott a lövés, húi, a kapufáról jön ki, és nincs vége, rossz a beadás, de Koné leteszi az ellenfélnek. Mellé. Meg tudja ott tolni, bizony küzd érte Nico Williams mellett már a 16-oson belül Ospina. Hát jobb teljesítmény nyújt, mint Gulácsi. Uniain teker Ospina. Uniain, majdnem elvettük, de majdnem a kutya se szarik. Most viszont oda nyúl egy láb, de ez is visszapatta hozzá. Williams Junior, Gatti. Sittes Tünde, mi az a megint? Nem kell jaszkarizni! Ospina! Hú, de sokat ad nekünk az a kapus. Jó, kell ez a szünet, mert páratjai pofon ki kell osztani. Nem volt jó ez az első félidő, de hát nyilván azért az ember hátrány az nem segít ezen a helyzeten. Egyelőre Ospinának és a babakék kapusmeznek köszönhetően 0-0. Ott jönnek a fiúk, hát csalódottnak tűnnek. A Babatunde meg rávette azt a szép kék esőkabátot a narancssárga öltönyre, az stílusban hibátlan. Nem is mutatják, nézzétek, nem vitték be a kamerát most az öltözőbe, mert ott most olyan botozás van, hogy nem akarják megmutatni azt a testi fenyítést, amit a játékosok kapnak. Nézd meg, kettő kigyúrt biztonsági őr vigyáz a Nessai FC öltözője előtt, közben pedig... Katinka interjúztat egy önkéntes, mert senki más nem ment ki hozzá beszélgetni. Hát bármit hozhat ez a második félidő. 45 perc még hátra, 0-0. Egy talált góllal azért csak illene megnyerni ezt a barátságos meccset. Mudrik benne be a védők mögé. Mudrik lő! Hát,
És jó, az bepassz középre. Raúl García lőküli. Hát az beakadt, gyerekek. Itt a passz, Raúl García egy apró fordulással Gattit küldi nyaralni, az Külivel a hosszúba. Hát Ospina ezt végignézte, mint Rozi a moziba. Gyönyörű gól külsővel, Babatunde szentséggel, a Bilbao megvezet. Hát az 55. percben hátrányba megint. Innen lesz szám nehéz a dolog. Hoppá, 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 ott az már sárgája volt! Már sárgája volt! Lehet menni, zuhany, nem volt sárgája, de volt sárgája. Spori! Hát szemtűj szembe mondjad el, hogy mi van, nem volt sárgája? Paredes borítja föl Adama Traorét, hát valószínűleg magával is kicseszett, mert ráesett egy lakótelep. De az csak sárga. Jó, Nico Williams be középre, helyes. Mudrikhoz, Mudrik fordulna le, Mudrik csinálja szépen, Mudrik lesz a gól! Ott van! Durran a power shot, és Mudrik is meglövi az első gólját! 1-1! Mikálo Mudrik elsült a bal láb, és szépen be a hosszúba. Mindenki a bepasszra számított, de megjött az a lövőken, és erre Babatunde is csak tapsolni tud. 1-1! Rövid időn belül legalizálunk. Gyerünk, fiúk, ez az! Berenguer, az első helyzetük lehet ebben a játékrészben. Gatti blokkolná, Juri a labdával, Manu Koné, ez is visszapattan, és kapufa! Hihetetlen mákjuk van, és kéz. És kéz, elkezdődött idén is, elkezdődött. Csittes Tünde Ndidi használta a kezét. Pedig megmondta neki Babatunde meg kemény kígyó, hogy le fogják vágni, hogyha megint elcsen vele valamit, de ezúttal nem sikasztott, hanem egy 11-est hozott össze. 69. perc, Martin a labda mögött, Ospina megy és véd! Egészen hihetetlen! Itt pedig hát bevonalazzák nekünk a játékvezetők, hogy érezzük, hogy dolgoznak, nem volt benne ez a... Első kapufa marad, az 1-1. Jön a labda középre, Ospina nyargal és lehúzza. Fantasztikus, hogy mit nyújt most a hálóőr ezen a találkozón. És elindul előre, nézd meg! Hát azt mondja, ha többiek nem mennek, akkor ő elindul, Ospina. Gyönyörűen, szép az összjáték, Gatti, Williams. Ferguson kérné, a testi ereje megvan, és Gatti. Hát mi van, a védők meg a kapusok mennek előre, bolond mindegyik. Uniain. Jaj, de gyönyörű a löbbölése sajnos, és ebből most Williams mehet kapura, Sittes Tünde becsúszik, Ospina véd! Jó a bepassz középre, Martin helyzetben, Ospina gyönyörűen megint, ott az ismétlés, de ez már gól! 2-1, elfáradtak a fiúk. Gyönyörű, hogy mit megy Ospina, de hát mindentől nem tudja megmenteni ezt a szétesett védelmet. A középső védő kiállítása megtorpedózta itt ezt a taktikát. Van még idő, 13 perc, de vezetnek a spanyolok. Traoré megkapja Williams-től, Traoré megy el, de hol van a csatár középről? Hát ott lenne a helyed. Jó a visszatett labda! Micsoda gól Konétól! 2-2! Manu Koné! Ismét egy új ember! Hát meg fogjuk tanulni ezt a nevet. Hogy vettem erre kis területen és rúgta bekapásból? Traoré pöcköli vissza. Merre veszi Koné és éles szögből ez is. Gyönyörű az átvétel és bum egyből. Nincs ideje reagálni a kapusnak. 2-2, megint kihozzuk döntetlenre a legvégén. De marad ez az eredmény? Szép a becsúszás, lehet indulni előre, a játékvezető nem fúj. Lisztes, Ferguson és Mudrik. Lisztes kérné vissza. Úristen, Mudrik, jó, hát már seggén veszi a levegőt minden játékosunk, de most nagy a baj! Nagy a baj! És megvan, nem? Á, gyerekek! Nincs már védőnk. Elfogytunk hátul. Most jött a hosszabbításban az ellenfél gólja. Egyszerűen nem volt már emberünk, elfáradtunk, szétcsúsztunk, hát teles középső védőké nem tudott teljesíteni. Vereség lesz a vége a második barátságos meccsnek. Le is fújja a Spori, de becsülettel küzdöttünk 10 emberrel. Én azt gondolom, ahogy ezt szokták mondani a vereséghez szokott edzők, hogy becsülettel küzdöttek a fiúk,
megpróbálták megtenni a lehetetlent. Ospina gyakorlatilag 8 góltól mentett meg minket. Felemásan indul a felkészülés, és várat magára az első győzelem. De majd tétmérkőzésen. Babatunde ott megy is be a sátorba. Át is sétált a textúrán. Athletic Nessai FC 3-2. Hát itt bizony most jobban örülnek a spanyol öltözőben. Ott közben nézd meg, készül az interjúra a kis babarózsaszín nünükéjébe a néni. A fotósok meg a füvet közelről fölveszik így a mérkőzés után. A szakértőjék, Kálmán bácsiék elemzik a mérkőzésen látottakat. Ott az a gyerek, az halára unja magát, az már nagyon menne haza, mert az órabérben van, és így már nem fizetnek neki a meccs után. Itt pedig, hát a biztonsági őrök vonulgatnak. A szurkolók hazamennek. Szép az ég egyébként, esőt mondtak ma délutára, de nem jött meg. Hát, na most ez így alakult, de azt gondolom, hogy semmi gond. Most már a többi barátságos meccset szimulálni fogjuk egyébként, ezért nyilván arra nincsen szükség, el kell jutni a tét meccsekig, de előtte még edzünk, tehát az edzéseket nyomni kell, nincsen kecmec. Rögzített szituációkat gyakorlunk, ott a háttérben látszik a Mercedes kölcsönző, és a teljes ember fogja ezt a labdát kőkenyetlenül rábikázni a kapura. Megnézzük, hogy hogy sikerül neki. Úgy is van. Jó a szó, tesó! Ospina! Hát mondjuk igen, így, hogy ő áll a kapuba, nem egyszerű. Pötyögtessed át. Úgy. Jó, jó, jó lesz az. Jó, na ott van az, megy az, megy az. Opa! De na, hát ráérzett a fiú. Oranél Félix azért ott a droppok majd mehetnek. Kis 11-es gyakorlás, nem lehet gond. Gyönyörű. Jó van, kiváló volt a felkészülés, nagyot mentek a fiúk, hát túlságosan kipihenve nincsenek, úgyhogy majd az edzés mértéket lejjebb vesszük, de egy quick szimuláció durralhat, így is van, és döntetlen FC, szándék a lényeg, megyünk tovább, a fiúk a tét meccsekre tartogatják a tehetséget, jó? Bízzunk ebbe. Ugye itt az van, hogy itt be lehet állítani, hogy mennyire a pihentségükre és mennyire a felkészültségükre toljuk el a dolgokat, mert mivel rotálunk, lehet egy kicsit performance fókusz mindenki. Hát srácok, közeledünk a bajnokság kezdetéhez, szépen lassan, ha így folytatjuk, akkor hát nem csak mi maradunk a döntetlenek klubja, hanem a polgármester lánya is megdöntetlen marad, úgyhogy reméljük, hogy a Premier League nyitányára egy új formát tudunk hozni, ugyanis idegenben kezdünk majd a mostanában rendkívüli formát mutató Brighton ellenében. Oda néz, és itt már három felkészülésre van lehetőség. Meg tudjuk nézni a Brighton statisztikáit, ők ugye ilyen kapustól gyorsan felérős, kikendrás stratégiával játszanak, és Gallaghert emelik ki az előzetes összeállításból, akire nagyon kell figyelni, de hát ugye nálunk ott van Ferguson a cserepadon, akit ugye tőlük igazoltunk, ezen kívül pedig lehet sajtótájékoztatót tartani, szintén egy külön menüben, hogy a morált növeljük, illetve hát megint lehet tréningezni, hogyha úgy kívánja a testünk. Köszönöm! Nem marad csönd! Hussol néni, figyel! Figyel mindenki! Felkészülés, lenni hektikus, új csapat, új fiú, kicsit össze kell szok, de gyakorol, kegyetlen gyakorol, elszív, hogy mond, békepipa, egész csapat, lenni kiváló játékosok. Úgyhogy szeretne elmond, Nessai FC idei év filozófia, megújítani filozófia klub körül, mindenki készül új filozófia szellemében, filozófia neve 5-0. Köszönöm szép, nincs kérdés, köszönöm szép. Mindig sokkal minket Babatunde, hogy mennyire új dolgokkal tud évről évre előrokkulni, és hogy mindig meg tud újulni, mindig van valami a tarsójában, hát reméljük, hogy sikerült ennek az új 23-24 játékosnak is átadnia a korábban megszerzett tapasztalatait, a Brighton ellen bemutathatja, hogy mire jutottak itt a nyári felkészülés alatt. Én reménykedek a legjobbakba, megérdemli. Most érkezett friss hír, hogy Eze megsérült. A mérkőzés előtt meghúzódott a bemelegítés során, úgyhogy itt változtatni kell majd a kezdő csapaton Babatundénak.
bazd már a hangulat, nézd meg, itt sepregetik a gyepet, a Premier League nyitánya jön, új szezon kezdődik, rondábbnál rondább emberek özöllenek a stadionba, és ahogy már megszokhattuk, kemény kígyó Sámán előzetes víziói a mérkőzésről, hát nem túl pozitívak, azt kell, hogy mondjam, hogy az előjelek nem megfelelőek, hát ilyen besétálás meg ilyenek nem voltak, pedig nem nyomtam semmit, akkor jöjjön az első tétmeccs, bemutatkozik a harmadik számú mezünk is, hajrá Nessai FC, legyen ez minden idők legsikeresebb szezonja. Egészen támadólag lépnek föl a szélső védőink az idei taktikában, és Trippier el tud lépni, jó a beadás, fejet nem talál, próbáljuk lehúzni, és kész. Kezdezést látott a játékvezető, de bizony a mi javunkra, úgyhogy már itt az első 5 percben Trippier elvégezhet. Egy pontrugást veszélyes helyről, João Pedro szépen hátrébb tessékeli a játékvezető, hát micsoda kameraállások. Lesz-e helyzet? Hát gyakoroltuk a szabadrugásokat. Mondanám azt, hogy változatos eredménye gyakoroltuk őket, de Trippier állhat oda a labda mögé. Trippier a labda mögött, ellövi, jól megy, de Verbruggen tud védeni. A 6. percben kiváló tekerés, hát ezért hoztuk őt az Egyesülethez, de nem tudja megszerezni első gólját. Antoni, Morata, szép az ellentámadás, Lisztes ugrathatja ki Antonit. Indul a helikopter, Antoni lendületben, Antoni helyzetben, Antoni lő, gól! Megvan az első gólunk tétmérkőzésen! A helikopter gyerek szerzi meg ezt a vezetést jelentő gólt. Antoni megy el a szélen, kiváló labdát kapott Lisztestől, aki a sérült Eze helyére került a kezdő csapatba, és higgadt befejezés a hosszúba ballal. Megvan a vezetés. Úgy néz ki, hogy Baba Tunde új egylete egyelőre beválik. 0-1 a Brighton ellen. Antoni megy, keresi a lehetőséget. Antoni egyelőre szólóban megy, mint Han, majd teszi középre. Kicsit a hosszúra érkeznek ezek a beadások, de Davis visszaszerzi. Joelinton! Verbruggen véd. Trippi elindul egyedül, hát van ott még energia, és Antoni előtt megint van terület. Antoni cselez, önzetlenül Lisztershez. Morata kérné középen, Morata! Verbruggen, micsoda mozdulat! Nagyon hatékony ellenakció, és egy akrobatikus jelenet, Morata! Nem hiszi el Ndidi, hogy marad az 1-0. És vigyázzunk, mert az egy kontrára jó lehet, Maguire, ajajajajaj, volt ott probléma, de mehet tovább. João Pedro a szélen. Joelinton próbálja lekövetni a brazil csatárt. Joelinton és João Pedro sarokkal vissza. Lövőhelyzet, Gulácsi! Jó, nyugi, marad az 1-0. És jön egy szöglet a rövid oldalon. Davis szerzi meg, de maradt támadásban a hazai csapat. Márcs, jó, lövésre vissza Lallanához, kapufa! Trippier, Joelintonnal a kényszerítő, Antoni lódulna meg, jó labdát kap Antoni, Moratához kerül, jön Kvaradona, szöglet. Helyett 11-es! Hát maradt még azért pénz abból a transfer keretösszegből, és büntetőt ítél a játékvezető, Fanekke nyújtotta előre a kezét, nem szóltak neki, hogy ez egy másik sportág, és Álvaro Morata áll oda a labda mögé. A 44. percben megduplázhatjuk az előnyt, Álvaro Morata első gólját szerezheti a Nessai FC-ben. Morata a labda mögött, Morata lő és kivédi a kapus. Nincs továbbra sem csatár gólunk, és marad az 1-0. Morata, ott bűvészkedik egy picit Morata, van még idő egy támadásra, és Antoni jól veszi át a labdát, Antoni befelé. Antoni, túl sok volt a csel, úgyhogy ez lesz valószínűleg az első félidő utolsó jelenete. A legfontosabb, hogy a Nessai FC vezet, kár ezért a kihagyott 11-esért, de az előny birtokában most már stabilabban tudunk taktikázni. 0-1 a szünetben. Bizony, gyorsan most kell kimenni pisilni, most kell kimenni a büfébe, nézd meg, hozott a barátnőjének is. Hát milyen kedves ez a szurkoló. Közben sötét fellegek gyülekeznek, tehát lehet, hogy az időjárás is megváltozik. Nico Williams pedig 2 tudott dekázni, ezt bemutatta. Itt pedig a csók kamera. A fiatalokat sippeljük, miközben ők húzkodják a Tindert. A második félidőben pedig csere nincs, 0-1-ről Antoni góljával. Stabilan folytathatjuk tovább.
Joelinton szép játék, Morata helyzetben lőni lehet, Verbruggen! Hát megint az ellenfél kapusa mit csinál. Fejpályokat pedig elveszítjük, de megy a pressing, és visszaszerezzük a labdát. Morata lőhet megint! Közeledünk a 70. perchez, és cserél a Brighton, João Pedro jön le, és Babatunde Ndidi is frissít, bukta Csabi váltja Kvaradónát, akinek ez sajnos nem volt egy jó mérkőzése. Brighton támadás, 77. perc, nem most kéne, Szoli Márcs a 16-oson belül visszateszi, Gilmour, Davis blokkol, nem szabadul fel még a kapunk, Davis és Márcs egymással szemben, Gulácsi! Lejön Mitoma, és érkezik Ansu Fati, Babatunde Ndidi pedig Adama Traorét küldi be, hogy Antonit frissítse a szélen. Mind a két edző megpróbál mindent, hogy a mérkőzés utolsó perceiben megtartsa vagy megfordítsa az eredményt. Trippier kezdel, Lille Trippier. Adama Traoré, és ott a terület Morata előtt. Morata egy csellel, Morata elő! Verbruggen megint. Nézzük meg a lehetőséget. Egyszerűen nem lehet túljárni a kapus eszén. Verbruggen fantasztikus reakció ideje. Estupiñán. Üresedés a szélen. Ansu Fati vele szembe. Maguire, és az angol nyeri ezt a párharcot. Tartsuk meg. Philips ki a szélre. Bukta Csabi. Letelik a hosszabbítás. És lefújja a játékvezető. Kitartottunk. Egy igazi szezon elejé 1-0. Megvan a 3 pont, és most ez a legfontosabb, hogy győzelemmel indítjuk a bajnokságot. Jobban játszottunk a Brightonnál, rengeteg védenivalója volt a hazai kapusnak. Több gólt is szerezhettünk volna, de egyelőre be kell élni a helikopter fantasztikus helyezésével. Antony találatával az angol bajnokság első fordulójában idegenben győzünk. Brighton Nessa FC 0-1. Ott ajtócsapkodás van, ott jönnek, ott lássuk, hogy nyilatkozik-e valaki a csapatból a kisasszonynak. Nem, ő inkább hazamegy, vagy nem tudom, ő ott mutogatja magát, ha már kisminkelte magát, érted, kiment a gyepre, bár nem jött hozzá senki nyilatkozni. Itt a szakértők ismét megvizsgálják, hogy bizony véget ért a mérkőzés, már nincsen futball a gyepen, a fizetett biztonsági őrök pedig, hát hazamennek ők, és aztán elég volt, köszönjük szépen. Itt a gyerek nem tudja, hogy működik a mikrofon. De hogy megnézte magát, ja, figyelj, te itt a fülembe van valami, nézd, valami van a fülembe, várjál már, ott megnézem a tükörbe, hogy mi van. De Johnny, te ez, a mik- ez mi ez a kezembe, ez itt forgatom, de nem működik, vagy most mit csinál, mosolygunk előre? De figyelj, mert nem működik ez a szar, mit kell ezzel csinálni? Én nem tudom, mosolyogjál, én hátat fordítok inkább, jóva, fordítsa hátat. Mindennél számít többet. Győzelem és 3 pont. Szurkolóknak annyit tud üzen, meghitelez 4 gól. Hátra marad, egyet ad előre, 4 hitel. Hazai mérkőzés majd Mamatunde Garden mutat jobb támadójáték. Egyébként lenni elégedett játékosok, lenni elégedett 100%. Morata még, hát hogy mond, kicsit fos, de lenni jobb, öltözői hangulat pozitív, köszön szép. Határozott volt, kiegyensúlyozott Ndidi, Maguire-ről is kérdezik, akivel természetesen elégedett volt, hiszen kapitányként vezette a csapatot győzelemre. Én tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen első meccse még a szezon elején, idegenben egy ilyen, egyébként nagyon jó focizó Brighton ellen az 1-0 megfelelő, hát a helyzet kihasználásunkon azért kell majd javítani, de én pozitívan tekintek most a jövőbe. Hát srácok, lányok, kedves pingvinek és apacs helikopterek, ez volt az első gameplay-es adásunk az IFC 24-ből, a sok hülyeséget meg viccet félretéve. Változott a játék, de nyilván csak annyira, hogy érezd, amikor irányítod. Kicsit talán lassabb lett, kicsit talán jobban érzed a játékosok súlyát. Az biztos, hogy másképp kell lőni, meg passzolni, úgyhogy ezt hozzá kell szoknom. De YouTube-on, kommentben, aki már játszik a játékkal, írja le, hogy egyébként nektek hogy tetszik a gameplay. Ezt a tréningrendszert, ezt baromira nem értem, hogy itt minden meccs elején lehet tréningezni, és hogy nincs egy értékelés, ami után szimulálni lehetne. Ez nekem nagyon fura. Félix! Neked tetszett? Jó volt? Mindenesetre a lájkokat, a feliratkozást, a követést és a figyelmet is én egyaránt megköszöntem. 2 hét múlva folytatjuk tovább, dübörög majd a bajnokság, jönnek a kupasorozatok, úgyhogy reménykedjünk, hogy ez a csapat egyre csak jobb lesz. Legyetek jók, srácok, köszi, hogy itt voltatok. Na! Szevasztok!
ízli. Látom, hogy rászoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a tápoldatot. Nesze neked ember! N betű! Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.